a színpadon a Wriglit zenekart. Egy nagy tapsot kérünk szépen nekik. Jó szórakozást mindenkinek hozzá. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a 2014-es Soltvadkerti Bor és Sajt Fesztiválon. Akik hátul vannak, azok nyugodtan jöjjenek közelebb, hogy innen is tudjanak nekünk csápolni. Következő szám is egy részeges szám lesz, de úgy látom, senkinek nincs a kezébe pohár, úgyhogy nem kell semmibe se belekapaszkodni. Az sem érdekel, ki vagyok rúgva. Eleve tisztem, és most már be vagyok rúgva. Yeah.
szépen. Na látom, már gyűrünk szépen. A basszus nem lehet hallani, azt mondják. Mindenkivel biztos már megesett olyan, hogy rossz emberbe szeretett bele, a következő szám az erről fog szólni. Nap nem csak azért különleges, mert itt vagyunk a Soltvadkerti Borfesztiválon, hanem azért is, mert ma pontosan egy éve, hogy a Vrigolét először próbált. Úgyhogy ennek az örömére bemutatnánk az első saját számunkat, amit szilveszterkor írtunk, vagy hát kezdtünk el írni közösen. Azóta dolgozunk rajta, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel.
Köszönjük szépen. Következő számot nem tudom, hogy mennyien ismerik, de az biztos, hogy a második refrénnél már tudni fogják a szöveget. Úgyhogy lehet énekelni majd. Hogy már egész sokan vagyunk, megkérném a közönséget, hogy tegye fel az a kezét, aki nincsen megelégedve a mai világgal. Akkor a következő dal az nekik szól. Sure.
lehet kérni. Szívesen dedikálunk női testrészekre. Játsszunk még egyet. De akkor ide a népeket, ide az első sorba. Akarjuk látni. Akkor először próbáljunk egy ilyen skandálást, hogy Vrigöl itt, Vrigöl itt, Vrigöl itt, Vrigöl itt. Gyerünk közönség! Vrigöl itt, Vrigöl itt, Vrigöl itt, Vrigöl itt. Nem hallom! Gyerünk ott fiúk, ti hárman! Köszönjük szépen! További jó szórakozást délutánhoz!